Tegnap befutott a Kishablány élőszereplős változatának első előzetese, és elég nagy zúgolódást támadt amiatt, hogy a címszerepet Hal Bailey, az énekes színésznő játsza, aki történetesen fekete. Mint láthatjátok. De tényleg olyan nagy baj ez? Jó, persze az 1989-es Disney változatban egy fehérbőrű vöröshajú lányként képzelték el a karaktert, elszoktunk hozzá, ezen nőttünk fel, és most egy drámai átalakuláson ment át, amit nehéz megszokni. Ugyanakkor jobb, ha tudjuk, hogy a Disney már akkor is eléggé szabadon interpretálta a karaktert, akit Andersen egészen másképpen képzelt el, és az akkori illusztrációk teljesen máshogy ábrázolták, mutatok egy példát. Nem vörös a haja. Szóval mondhatni, az új változat is szabadon interpretálja a karaktert. És tényleg probléma a bőrszín egy olyan karakter esetében, amelyik, hogyha kijön a szárazföldre, akkor az uszonyából hirtelenjében láb lesz. Meg aki tud énekelni a víz alatt. Ez lenne a legfontosabb. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy el tudja eljátszani a karaktert. Tud-e énekelni, vissza tudja adni azokat a klasszikus dalokat, amiket megszerettünk, meg az újakat, amiket az új változathoz írtak. Szerintem ezek fontosabbak, mint az, hogy milyen a bőrszíne. Továbbá az, hogy elkészül ez az új változat, hatással lesz a régire? Ezt nem beszél tőlünk senki, bármikor megnézhetjük, bármikor élvezhetjük, nem igaz? És ha már bele akarunk kötni ebbe az új filmbe, már a trailer alapján, inkább abba kössünk bele, hogy szerencsétlen lány ott van a víz alatt, és mégse úgy néz ki, mintha a víz alatt lenne. Ennyit nem tudtak megtenni, hogy kicsit víz alattivá teszik a világát. Nekem ez sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy fekete a bőre, főleg, hogy szeret a víz közelben úszni, meg egy kis sziklán itt napozgatni, úgyhogy simán lebarnulhat, nem igaz? Léci-léci kulturáltan, nyugodtan és visszafogottan, de mindenképpen írjátok meg a véleményeteket arról, hogy hogy tetszik nektek ez az új hablány, mindenképpen elolvassuk őket. Én Zalus voltam, sziasztok!